Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Mr. Mustang következő online autó bemutatójában, ahol egy gyönyörű, szép Black Edition, mert létezik ilyen, Black Edition Mustangot hoztam 2014-ből. Ő egy 3.7 V6 automata Mustang 2014-ből, ahogy mondtam, a jó öreg, megbízható, imádnivaló 3.7 V6-tal, és természetesen a mindig divatos fekete színnel. Ennek a fekete színnek semmilyen csíkja nincs, semmilyen beömlőnk nincsen, viszont van cserébe egy ilyen lámpánk, ami nyilván pár embernek eszébe juthat, hogy hát ez most mire hasonlít, mire akar hasonlítani. Igazából arra akar hasonlítani egy eljeles európai lámpa, és ezekből ugye lehet válogatni. Ez egy olyan eljeles lámpa, amiben ilyen dizájn valósul meg. Egyébként ugyanaz, mint a saját gyári lámpája. Tehát bisonon lámpa, nappali menetfénnyel, minden megvan benne, csak még egy kis dizájn is helyet kapott benne. Nekem egyébként tetszik, különlegessé teszi az autó elejét, mint ugyanúgy különlegessé teszi az, hogy nincs ezen az autón egyébként semmilyen más tuning, illetve egyéb módosítás. Teljesen gyári pompájában láthatjuk. Ugye lökhárító alján kis koptatónk, szenonmosók az NKH-nak, sziasztok! És minden, ami ahhoz kell, hogy ez az autó nagyon jól érezze magát az Európai Unióban. Megmutatom nektek oldalról is, hogy mennyire jól érzi magát, mert már ő itt jól érzi magát nálunk, de szerintem a te garázsodban jobban érezné magát. Mi a közös ebben a mozdulatban és az autóban? Mind a kettő egy elegáns belépő. Tehát lehet elegáns belépőnk fölöltözve, meg lehet elegáns belépőnk egy Ford Mustanggal is. Ez a Ford Mustang ebben a színben, és a nagyon szolid kis Black Edition felirattal az oldalán, abszolút egy elegáns belépőt kölcsönözhet nekünk. Ugye ez a fekete szín, ezzel nem lehet hibázni, ugye a ruházkodásban is azt mondják, hogy a fekete az mindenhez is jó. Ez a szín is mindenhez jó, de hogyha végignézegetjük az oldalát, minden megvan rajta, amit szeretünk látni, ugye az oldalindex, 235-ös, 17-es gumik, ami ugye a gyári kerékmérete az autónak, ezzel együtt ugye nem lesz az autó olyan kemény, pattogós, nem lesz olyan, hogy a fogtömésünk kiesik az úton, megmarad a komfort, ezzel a kerékmérettel és ezzel a gumival pedig teljesen élvezhető marad az autó, nem veszi el a figyelmünket az, hogy tényleg pattogunk, csörgünk, zörgünk, mint akár egy 20-as kerékkel egy ilyen Mustangon. A gumik vadonatújak, tehát annyi van bennük, hogy beálltunk a szalomba, ennek nagyon fogtok örülni, és egyébként annak is lehet örülni, hogy a hátsó ablakon ablaktakaró van, annak is lehet örülni, hogy fantasztikus állapotban az autónk, ha végignézünk, így belenézünk az oldalába, mint a szakik, akkor láthatjuk, hogy tényleg abszolút egységes a fényezése, nincsenek színkülönbségek, nincsenek olyan problémák, amivel nem szeretnénk találkozni, és ugye már ez egy ilyen sajátosság lett, és nem is tudom kihagyni, ezért jó, meg is mutatom. Kinyitjuk az ajtót. Egy István, két István, három István, négy István. Ez egészen addig így lesz, ameddig én nem hízok meg, mert ez az ajtó mindig ekkora lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényelmes beszállási felület. Nem kell nyomorognunk, mert azért ez egy nagy kupé. Tehát így szépen én 183 centi vagyok, szépen így betesszük a lábunkat, és már bele is tudunk ülni. Nagyon kényelmes, nagyon szeretjük a Mustangba azt, hogy tényleg nem be kell hámozni magunkat a vezető vagy az anyósülésbe, hanem szépen be lehet ülni. Nyilván ez a hátsó ülésről már nem elmondható, tehát a hátsó ülésre egy picit mászókázni kell, de hát a Mustang élmény az bármit és mindent is megér, úgyhogy ennek a jegyében a hátsó ülés is úgy gondolom, hogy el kell, hogy viselve legyen. Viszont mi nem csak elviseljük a Mustangnak a külsejét, hanem imádjuk is, és egy ikonikus külső eleme a Mustangnak a hátulja, ugyanis mivel 300 lóerő fölött van minden Mustang nagyjából, ezért általában csak a hátulját lehet látni, úgyhogy nézzük is meg. A jó öreg popsi, amire mindannyian vágyunk. Ugye vannak popsi fajták, van az ilyen, az olyan, az amolyan, kicsit ilyen, kicsit olyan, de ez tényleg az, amiben ugye, amiben senki nem tud belekötni. Tehát ez a popsi így, ahogy van, szépen barnán, hát inkább feketére barnulva, napsütés rajta, olyan kívánatos lesz, hogy gyakorlatilag mindenki Mustangot szeretne venni, meg én is, viccet félretéve. A 13-as, 14-es Mustangnak ugye ez a három osztásból álló hátsó lámpája, az, hogy én úgy hívom, hogy tapi felület, és ezt most már teljesen rá is ragasztottam, tehát a tapi felületnek a feketesége ennél az autónál ugye a gyári fekete színével olyan szépen harmonizál, hogy itt minden szépen fekete, és ugye szépen végig suhantok szemmel a lámpa, a harmadik féklámpa, a típusjelzés, a másik lámpa, és a fények között olyan szép harmóniában van minden, hogy gyakorlatilag kár elé állnom, mert hogyha én így állok, akkor kitakarom a lényeget, őt, arrébb is megyek, ki is megyek a képből, nézzétek, annyira jól néz ki feketében,
olyan szépen harmonizálnak ezek az ívek, semmi nem töri meg. Aki ezt megrajzolta, az már szerintem rajzolt egy-két jó autót, de ez nagyon-nagyon jól sikerült, nekem egyébként sokkal jobban tetszik az autó hátulja, mint az ereje. Nagyon szép, nagyon jó, nem is akarok erről igazából semmit mondani, mert hülyeség lenne azt mondani, hogy nézzétek ott a kipufogó, nézzétek ott van ez. Inkább csak azt nézzük meg, hogy itt egy kamerát láthatunk, belül az autón egyébként van egy ilyen kis fejegység, amely utólagos tolatókamera, navigáció és ilyen androidos tipi-tapi felület, meg fogom mutatni. A hátsó ablak sötétítve van, ez nyilván úgy lesz vizsgáztatva, hogy benne lesz a forgalomból, sötétítve van, és kész. És a hátuljáról már el is mondtam mindent, igazából a képekkel, hogy beszéljenek, ne én, és van egy tök jó kis szárnyunk, ami megdobja a levegőt, de inkább a szívünket dobogtatja, mint a levegővel foglalkozik, és ez így van jól. A szívünket nem csak az autó szárnya és a levegő iránya dobogtatja, hanem a hangja, ami még gyári kipufogóval is nagyon-nagyon szépen kiadja azt, amire mi vágyunk, úgyhogy ti ott maradtok, én oda vagyok, és megmutatom. Azért nekünk autókereskedőnknek nincsen könnyű dolgunk. Ugye azért nem, mert árulunk egy portékát, ami azért az átlagosnál egy kicsit többbe kerül, és ennek a portékának mindig a lelke a motor. Viszont ugye az autókereskedők is választhatnak, hogy mit árulnak. Árulhatnak ilyen márkát, olyan márkát, meg amolyan márkát. Én emilyen márkát árulok, tehát vannak a Cola, Fanta, Sprite, ez a Traubi, tehát én Traubizok, és én azért szeretem a Traubit, mert ez sosem romlik el. Ez a 37 V6, minden videómban el szoktam mondani, és olyan jó érzés mindig elmondani, tehát most is el fogom mondani, ez a 37 V6, ez mindig jó. Ez tökéletesen indul télen, tökéletesen indul nyáron, ez tökéletesen forog 6000 fölé, tök jókat lehet vele előzni, ez tökéletesen tud takarékos lenni, tehát hogyha te 6-ba szeretnél menni 100-zal, és szereted nézni, hogy 8,5-t elteszik, akkor azt is meg tudja csinálni. Nincsen semmilyen csúnya hangja, se indításkor, se melegen. Az élettartama, tehát a lánc, ami benne van a motorban, az tényleg motor élettartam, tehát nem úgy, mint a különböző európai prémium márkáknál, hogy 150 ezer kilométernél dobálni kell a láncot hátrafele a vállunk fölött balra. Imád mondva, tényleg motor élettartam. Nincsen semmilyen szélsősége, tehát nem kezdi el fogyasztani az olajat a kis gyűrűk mellett, mint egy sportmotor, mert azért hallottunk már olyat, hogy oké, persze van egy gyárilag 3-400 dollárs autóm, de azért picit csípi az olajat, nincs benne turbó, ami mellett elcsípi az olajat, nincsen olyan illesztési hézag, nincsenek olyan játékok a motorba, ami miatt elkezdené csípni az olajat. Tehát amit beletöltesz így olajcserekkor, ugyanannyit engedsz le szinte decire a olajcserekkor. Tehát minden olyan helyén van benne, ahogy mi szeretjük. Ez egy autókereskedőnek nagyon nagy öröm, nem csak azért, mert ugye el tudja adni a portékáját, tehát én nem csak aznak örülök, hogy ezáltal el tudom adni a V6-os Mustangot, hanem annak, hogy eladom és nincs semmi gondjuk, úgyhogy ha megnézitek a pályázásról a videónkat, vagy esetleg kim voltatok Kakucsringen, ott is nagyon sok 37 V6 volt, egész nap felle rohangáltak körbe kasul, senki nem nyomta neki hidegen, és mindenki lehűtötte, mikor meghajtotta az autót, és hogyha ezt így be tudjátok tartani, és ehhez nyilván a megfelelő olajcsere, ciklus, és stb. Be van tartva, akkor ez a motor kimegy a világból, meg vissza is jön. Főleg úgy, hogy Amerikában 7-es év garanciát adnak erre a motorra. Európában ugye átlagosan az új Ford Mustangokra 3 év garanciát adnak, ami ugyebár még mindig nem lesz soha 7 év, és a 7 év Amerikában kilométer korlátozás nélküli garancia. És egy ilyen autó Amerikában átlagosan 7 év alatt 5-6-700 ezer kilométert elfut, és a gyárnak ezt a garanciát ez alatt az idő alatt is vállalnia kell, és ez a motor ezt tudja. Nem véletlenül van az, hogy a Mr. Mustangnál nálunk csak és kizárólag USA import Mustangokkal foglalkozunk. Európai Mustang minket nem érdekel. Azok teljesen más felfogás és teljesen más hozzáállás mentén lettek tervezve. Csak USA Mustanggal foglalkozunk. Úgyhogy köszönjünk a motornak, ahogy szoktam mondani, szégyellős fajta, egy évente vagy 15 ezerenként hajlandó megmutatni magát, amúgy nem is nagyon szereti a fényt, mert nincs hozzászokva, hogy fölnyitogatjuk, mert nincsen miért fölnyitni egy 37 V6 géptetejét. Köszönjünk el tőle, szia motor!
Mondhatnám azt is, hogy újdonságok fogadtak, hogy teljesen meg vagyok lepődve. Micsoda újdonság, váó, imádja a szemem, de szerencsére, és aláhúzom, hogy szerencsére nem kell ilyet mondanom, azok a dolgok fogadtak, amiket szerettek, és amiket ti is szerettek, a két tunisú műszerfal, a zongoralak középkonzol, a zongoralak ablakkapcsolók, ez a szépen, ugye Black Edition az autónk, szépen feketére van fényezve, pont azért, hogy egy kicsit egyedibb legyen az autó, ugye ezt a gyárban is realizálták, hogy a fekete szín a sláger lesz, tehát ők is nyomják. Azon kívül minden, ahogy szoktam mondani, a helyén van, tempomatkezelőszerv, hangvezérlés, a média kezelőegysége, automata váltó, manuális váltási lehetőséggel, tehát kitezett sportba, és fölfele te is tudsz váltani. És amit még a költő belecsempészett az autó belsejébe, az pedig ez a kis konzol, ha ezt itt felhajtod, ez egy mágneses dolog egyébként, és bármikor levehető a műszerfalról, ha ezt felhajtod és megkéred arra, hogy legyen olyan jó és működjön, akkor egyszer csak működik. Tehát akkor igen, mutatja, hogy a tükröket rá lehet tenni, a hátsó tolatókamera képét ide ki lehet tenni, lehet navigálni, lehet felnőtt tartalmat nézegetni útközben, lehet bármit csinálni, ami szemszájnak ingere. Itt most mindenféle dolgokat kiír, ennek nagyon örülünk, hogy ő jól érzi magát, de addig mi dolgozunk. Az autó utasterébe tovább nézelődő, hogy megvan a szokásos fekete tetőkárpitunk, ami szerintem már-már egy ilyen Mustang védjegy lett, hogy mindegyiknek fekete a tetőkárpita, amit nem is szeretnénk máshogy. Az ülések, bőrök nagyon kényelmesek, nagyon szeretjük ezt a belső tök jó oldaltartáson, nagyon szép varrása. És gyakorlatilag egy otthonos környezet, nincsen semmi eltúlozva, nincsen összedigitálisozva a fényező, nincsenek ilyen egyéb csacska belső tér feldobó dolgok, hanem csak a valóság van, a valóság pedig az, hogy ez egy marha jól kitalált belső, nem is kell semmit hozzátenni. Viszont ugye az előző tulajdonos, aki volt az autó, hozzátette ezt a kis belső screent, hogyha jól megnézitek, akkor van benne itt egy iránytű, a navigációnak a gombja, ugye szintén a rádiót is lehet vele fogni, de az nyilván az autórádióján keresztül dolgozik. Lehet vele tenni a saját zenéjét, illetve egy rendes klasszikus tabletként is működik, ahol navigációs felületet, alkalmazásokat és egyéb rengeteg olyan mindent tudsz betölteni, amire lehet, hogy nincs is szükségünk, de azért ott van, hogy minden jó legyen. Ez a szokásos Google térkép, mindenki ismeri, most nem fogok belemenni ennek a nyomkodásába, hanem jövő hétig nyomkodhatnám. Ugye itt a hátsó kamerának a képe, ha megnézitek, azt látjátok, ami hátul történt. Szia Ámos! Ez a tolatókamera újra gondolva, ugye ezekben a Mustangokban, némelyik típusokban tükörbe integrált tolatókamera van, ennél az autónál pedig így oldották meg azt, hogy lássák a mögöttes forgalmat. Egyébként nagyon okos dolog. Itt ugye több kamerát is tud kezelni az autó, ez maga egy fedélzeti kamera is, amiben itt ülünk, tehát amit itt lát ez a kamera, azt előre is vetíti, és egy fedélzeti kameraként is üzemel, ami folyamatosan rögzít, tehát azt, amit én most elmondok, azt akár vissza is hallgathatom, de nem ez a cél. Megnyomjátok, és akkor már a hátsó kamerát látjuk, őrült, fantasztikus, tehát két hétig lehet nyomkodni. Viszont ehhez miért van az autó ára sem túl magas, hogy tök sok okos dolog van benne, és Black Edition-ről beszélünk. 6,7 millió forintba kerül az autó, ugye egy év garanciával, teljes összegű áfás számlával, tehát amit elutaltok, arról fogjátok látni a számlát, nincs variálás, amit fizettek, arról számlát kaptok. A garancia írása, saját szervizzel rendelkezünk, az autó egy év garanciát élvez, tehát motorváltó, hajtás, diffi, légzsák, klíma, amire nincs garancia, fék, futómű, és hogyha manuális váltós lenne az autónk, akkor kuplunk, de ő ugye automata váltós. Ilyen egyszerű a dolog, gyertek, vigyétek el, fantasztikus jó autó, nagyon jó pofa kis kiegészítővel, szép kis Black Edition, ezekkel a kis műanyag betétekkel, ami szépen le van fényezve, úgy gondolom egy picit ízt ad ennek a fekete, kimért, elegáns autónak. Gyertek, vigyétek, sziasztok!